Tánccal örvendeztették meg a tolnai szenior örömtánc csoport tagjai az érdeklődőket Tolnán az egyik élelmiszerbolt előtti parkolóban nőnap alkalmából. A hagyományteremtő kezdeményezés célja az volt, hogy egy zenés csokor keretében közös tánccal még emlékezetesebbé tegyék ezt a jeles napot. A tánccsoport 2018-ban alakult, azóta minden lehetőséget megragadnak, hogy táncoljanak. Tulajdonképpen ez egy mozgásterápia. A lényege az, hogy az agy jobb és bal féltekét mozgassuk meg azokat a részeket, amit a mindennapi életben nem használunk. És a legfontosabb, hogy egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki, és ez nagyon fontosnak tartom az egyedül vagy idősebb hölgyeknek, akik nem ragadnak otthon, hanem van egy céljuk, van egy napi elfoglaltságuk, van miért fölöltözni, van miért készülni, nők vagyunk, és egy nagyon jó csapatban tudunk együtt lenni. Heti egy alkalommal, minden héten kedden a Magházban van egy másfél órás foglalkozásunk, ismétlünk, új táncokat tanulunk. Városi rendezvényeken szoktunk felkérést kapni, az Alzheimer világnapon van egy már visszatérő fellépésünk, és most úgy gondoltuk, hogy a hölgyeket is meglepjük a nőnap alkalmából. Máshol is megemlékeztek a nemzetközi nőnapról. Verssel köszöntötték a vándorló szépkorúak baráti körének hölgyeit a csoport férfi tagjai. Tolnán a civilházban gyűltek össze, hogy a tőlük megszokott módon most is jókedvűen sok beszélgetéssel, kártyázással, nevetéssel töltsék el a délutánt. Schmidt Árpád, aki a kezdetek óta jelen van a csoport életében, jól érzi magát. Szívesen vesz részt a programokon, ezen a nőnapi rendezvényen ő köszöntötte Verssel a hölgyeket. Én Szalai Pálnak a nőnapi köszöntőjét mondtam el. Én ezt egyszer a neten találtam, és ez úgy megfogott engem, és talán azt, amit én magam is gondolok a nőkről, az minden benne van. A baráti kör tagjai fontosnak tartják, hogy rendszeresen szervezzenek programokat, kiránduljanak, vagy csak összegyűjjenek bármilyen apropóból is egy jókedvű délutára, mint ahogy azt most is tették. Azok a beszélgetések, nevetések, viccelődések, ami ilyenkor azt gondolom, hogy mindenkit kirángat egy kicsit ebből a letargiából, ebből a téli zivangos időkből az embernek nem annyira van kedve esetleg kimozdulni. Ilyenkor viszont van alkalom felöltözni, frizurát csináltatni, és akkor eljönni és itt a társakkal beszélgetni, és jól eltölteni egy délután. Amikor a programot állítottuk össze, akkor gondoltuk azt, hogy legyen egy ilyen, és hát, hogy nem kell mindig főzni háromfogásos kaját, vagy bármit, hanem nem az a lényeg, hogy mit eszünk, hanem az a lényeg, hogy együtt vagyunk. És akkor a legegyszerűbb formája az volt, hogy akkor veszünk kenyeret, hozunk zsírt, hagymát, és akkor hoztunk kártyát is, hogy aki esetleg a legvégéig is itt marad, akkor egy kicsit esetleg társasozunk, kártyázunk, úgyhogy szerintem jól fog tenni a mai nap is. Akkor a délután kezdődő rendezvényen közel 40-en vettek részt, Zsinka János, vagy ahogy társai hívják, a Nagy Fehér elmondta, már 2 éve húzódott ez a nőnapi összejövetel. A mai délutánunk ez a nőkről szól. Nőkről, asszonyokról, lányokról, csoporttársakról szól. Ezt már 2 éve ezelőtt szerettük volna megejteni, de a pandémia véget nem lehetett, és most, hogy megint újra együtt tudunk lenni a farsangi bál után, mert minden percet kihasználunk, még minden időt, hogy együtt tudjunk lenni, tudjunk beszélgetni, jól érezni magunkat, és most akkor nőnapozunk, de nem virággal, hanem zsíros kenyér partival, lilahagymával, uborkával, 3-4 féle zsírra, kolbászzsír csipősen, pezsenyezsír, kasazsírra, ilyeneket készültünk, és ennek a lényege, hogy együtt legyünk. Ünnepeljük a hölgyeket, és sok-sok beszélgetés. Megbeszéljük, hogy mindenki, hogy mi a vágya, hová menjünk el kirándulni, hogy tudjunk együtt lenni. Itt az a lényeg, együtt legyünk. Ezt a 2 évet próbáljuk elfelejteni. A baráti kör nyáron ünnepli megalakulásának 5. évfordulóját, amit már most nagyon várnak. Nagyon-nagyon készülünk, gőzerővel dolgozunk a jubileumon, megvan a helyszín, a Tolnai Lovardába fogjuk lebonyolítani, egy nagyszabású, sok-sok előadó, a Tolnai Ifjúsági Fuvózenekarra nagyon jó barátságot ápolunk, őket is támogatjuk a magunk módján, ők meg ezzel támogatnak, eljönnek. Egy közel fél órás koncertet fognak adni, sőt, barátunk
a csoportnak a barátja egy nagyon fiatal magyar nóta énekes, Koncert Miklósú. Jelezte, nagyon szívesen eljön. A másik barátunk, a Kovács Gergő. Mindenkinek a kedvence. Ő is jön. A rendezvényen a férfiak a megszokottól eltérő módon nem virággal kedveskedtek nőtársaiknak, hanem egy helyi cukrászda közreműködésével, igazi sütemény különlegességgel lepték meg a hölgyeket.